199. Anna Bál, balatonfüredi lány lett a bál szépe. Kísérő rendezvények, Anna Fesztivál vezette fel a bált. Új csolnoki kép, a balatonfüredi közönség is megismerhette az alkotást. Köszöntöm Önöket, ez itt a Füred TV híradója. Július 27-én rendezték meg Balatonfüreden a 199. Anna Bált, amelyet idén is egy egyhetes fesztivál vezetett fel. A bálra 15 balatonfüredi első bálozó hölgyet vártak, szombaton közel 600-an báloztak a felújított Anna Grand Hotelben. A zsűri döntése alapján nem sokkal éjfél után a balatonfüredi 18 éves Sós Kriszta Szonyát választották a bál szépének. Az első udvar hölgy a 21 éves budapesti Mihály Angeli, a második udvarhölgy pedig a 17 éves szintén Budapestről érkező Buncsú Jázmin lett. Közel 600 vendéget vártak július 27-én szombaton a 199. Anna Bálra. A bevonulást rengetegen nézték a helyszínen a Blaha utcában. Az Anna Grand Hotel díszes udvarán tartották meg a bál ünnepélyes megnyitóját. A rendezvény fővédnöke dr. Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Az Anna Bál kapcsán két szó juthat mindenképpen eszébe az embernek. Hagyomány és szépség. Mikor a história szerint Szentgyörgyi Horváth Fülöp János lánya tiszteletére megrendezte az első Anna Bált, nem is sejtette, hogy 199 évvel később is folytatott hagyományt teremtett. Az elmúlt közel 200 évben hány ezer bálozó élte át ezt az értékes hagyományt, meg annyi szépség kezébe került aranyalma. Dr. Bóka István polgármester beszédében már a jövő évi bicentenáriumról beszélt, hiszen jövőre lesz 200 éves az Anna Bál. Nem csak ez a bicentenárium lesz, ami fontos Balatonfüred számára, mert ugyanilyen fontos Jókai Mór bicentenáriuma. Jókai Mór az írófejedelem 1000 szállal kötődött Balatonfüredhez. Itt járt az Anna Bálon. És nagyon bízom abban, hogy méltó módon tudjuk a 200 éves évfordulókat megünnepelni. Pávkovics Gábor Mohács polgármestere arról a kulturális együttműködésről beszélt, amely 2025-ben jön létre Balatonfüred és a Baranyai város között. A 2003-ban alapított kisernődíjat ezúttal Molnár Ferencnek, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosának adományozta a város. Rendkívül megtisztelő számomra, de én igazából én csak egy eszköz vagyok, aki átvettem a díjat, mert ez nem csak engem méltat vagy érint, hanem az édesanyámat természetesen, és az Ilcsinek a nagy csapatát nagy C-vel mondva, hiszen ez egy fantasztikus kollégáim és kollektívám van, akikkel ezt a nagyon szép eredményt el tudjuk érni. A bálnyitánya ezúttal is a polgármesteri keringő volt, miután a tavalyi bál szépe, Dévényi Alíz engedélyt kért a rendezvény megnyitására. Számomra megtisztelő, köszönöm szépen! Késő este már az a 15 hölgy mutatkozott be a színpadon, akikre a bál vendégei a legtöbb szavazatot adták le. Nem sokkal éjfél után választották meg a 199. Anna Bál szépét és udvarhölgyeit. Az első udvarhölgy a 21 éves budapesti Mihály Angelika, a második udvarhölgy pedig a budapesti 17 éves Buncsú Jázmin lett.
Az Annabának van egy ilyen nagyon klasszikus elegancia a stílusában, ami nagyon közel áll hozzám, mert mindig is szerettem ezt a stílust, ezt a kifinomult, elegáns, arisztokratikus bál szemléletet, és ezért gondoltam úgy, hogy mindenképpen itt a helyem, és mindenképp meg kell néznem, mert tényleg annyira passzol hozzám, hogy ennyire még egy bál sem passzolt. Szeptemberben kezdem majd Budapesten a Gazdasági Egyetemet pénzügy számviteli szakon. Emellett már 9 éve klarinétozok, és a zeneiskolában is, és most már rendesen munkaként is folytatom, valamint nagyon szeretek táncolni, divat tervezni, rajzolni mellette. Olyan érzésem volt, mintha én mesében lennék, úgyhogy nem izgultam. Gimnáziumban tanulok, nagyon szeretem a nyelveket, a matekot, sakkozom és strandröplabdázom. Érdekel a kommunikációs média, vagy valamilyen közgazdasági szak majd egyetemben. Budapesten ott járok gimnáziumban, de nagyon sok időt töltünk a Balatonnál, anyukám is balatoni lány. A zsűri döntése értelmében a 18 éves balatonfüredi Sós Kriszta lett a bál szépe. Ősszel már egyetemi hallgató leszek, a terveim szerint a Semmelweis Egyetemen, egészségügyi szervező szakon. Hát jelenleg ezek a tervek számomra, hogy tanulok az egyetemen, utána majd meglátjuk. Jelenleg van egy párom, másfél éve vagyunk egymásnak, együtt tervezünk Budapesten lakni, szóval elég izgatott vagyok amiatt is, remélem az több ideig is így megmarad. A látványos tűzijátékot követően a bál egészen hajnalig tartott. Másnap aztán a kisfaludi színpadon mutatkoztak be a 199. Anna bál szépei, majd a hagyományos sétakocsikázásra indultak a városban. A megszokott útvonal mellett idén Zóbb Kati új divatmúzeumához is ellátogattak a hölgyek. Elsőként ők járhatták be a kiállítást, és egy kis frissítő után fotózkodásra is volt lehetőség. 12 éve rendezik meg az Anna Fesztivált az Anna Bálhoz kapcsolódva, amikor egy hetes programsorozattal vezetik fel a rangos társadalmi eseményt. A fesztivál idén nyáron újra élettel töltötte meg a város, napközben kávéházi cigányzenészek muzsikáltak a füredi vendéglátóhelyeken és a parton, megrendezték a balatoni szívhalászatot, és volt operafüred, valamint Prímás gála is. A küllemében megújult, az idei szezonban már fehér színben pompázó Jókai motoros fedélzetén rendezték meg a hagyományos balatoni szívhalászatot. Az első bálózó hölgyeket várták a hajóra, akik ezúttal is párjuk nevét írták fel a fából készült szívekre. Ezt már a beszálláskor meg kellett tenniük. Kalló Zoltán és zenekara gondoskodott a romantikus hangulatról, miközben a Jókai a hullámokat szelte. Kéri Kitti színművész a 30-as éveket idézte meg előadásában, hiszen ebben az évben ez volt a 199. Anna bál tematikája. A legénység aztán a vízbe hajította a szíveket, amiket a hölgyeknek kellett ügyesen kihalászniuk. A fa szívekre került neveket egy papírdarabra is felírták, ezek segítségével tartottak tombola sorsolást, értékes nyeremények találtak gazdára. Az ajándékokat az a hölgy kapta, akinél a kisorsolt férfi név volt. A fődíj idén is egy jövő évi Anna báli belépő volt. Hári Lenke alpolgármester nyújtotta át az ajándékot a boldog nyertesnek. Először fel se fogtam, hogy a mi nevünket húzták ki. Szóval hihetetlen. Nekem nagyon nagy vágyam volt kicsikorom óta, hogy eljussak ide az Anna bálba, így hát a szüleim megtettek mindent, hogy eljuthassak. Ők nem jöttek akkor velünk, és idén megbeszéltük, hogy együtt jövünk, vagyis hát én vettem nekik meglepetésből a jegyet, és hát így jövőre is jövünk. Szintén az Anna Fesztivál részeként tartottak koszorúzást annál az emléktáblánál, amely az első Anna bálnak állít emléket. A Nők a Balatonért Egyesület rendezvényén felidézték Szentgyörgyi Horváth Krisztina történetét.
A bál előtti napokban a gyógytér is megtelt. Az itt felállított színpadon a Hagyományok Háza közreműködésével prímás gálát is rendeztek. Csütörtökön és pénteken aztán a Magyar Állami Operaház művészei vették birtokba a színpadot, elsőként az énekkar lépett fel, pénteken este pedig operagálát rendeztek az intézmény zenekarának közreműködésével. Nemrégiben egy eddig ismeretlen csolnoki kép bukkant fel Balatonfüreden, tulajdonosa az idei csolnoki emlékdélutánon mutatta meg először az érdeklődőknek. A sorrendben negyedik csolnoki megemlékezést július 25-én tartották meg az Arácsi Tájházban. Negyedik alkalommal szervezett csolnoki emlékdélutánt a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület, a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja és a Megyei Honismereti Egyesület. Az idei találkozóra az Arácsi Tájházban került sor július 25-én, ahol egy eddig még ismeretlen csolnoki képet is bemutattak. Anyai nagyapám, Gál Károly, az itteni takarékbanknak volt a igazgatója, és jó barátságban volt Csolnoki Jenővel, és a nagypapának a fiúk mellett két lánya is volt, és a két lánynak a Jenő bácsi, így mondom, hogy a Jenő bácsi ajándékozott egy-egy kis festményt. És ami édesanyámé volt, az megvan azóta is, kalandos élettörténete volt magának a képnek is, mert édesanyám még 39-ben átköltöztek Nagyvárad mellé, mert édesapám ott kapott állást, és a háborúban 44-ben menekültek vissza, de sikerült, nagyon sok minden ott maradt, de ezt a kis képet sikerült hazahozni, és azóta is nekem is már kis gyerekkoromban is a kedvencem volt, mert a Balatont ábrázolja, és hát a Balaton az nekem mindig nagyon fontos volt, úgyhogy az volt a történet velem kapcsolatban a képe, hogy mikor olyan 3 éves lehetem, és ide jártunk a fenékfürdőre minden a fürdeni, és egyszer mentünk, és fölkiáltott, amikor megláttam vizet, hogy anyu, nézd, most olyan Jenő bácsi féle hullámok vannak. És az volt mindig, amikor mentünk a strandon, mindig azt néztem, hogy mikor lesznek olyan hullámok, amilyenek a Jenő bácsi festményén vannak, és azóta is nekem ez a kis kedvenc képem. Csolnoki szinte egész életében rendszeresen festett akvarell olajképeket. Ugye a legtöbb képe a Magyar Földrajzi Múzeumban Érden, de magánszemélyeknél is több tucat, vagy akár több száz képe is lehet, ha még megvan. Ezeket gyakran ugye elajándékozta, jótékonysági árverésekre bocsátott, a családtagoknak adta, úgyhogy elő-elő bukkadnak ilyen képek. Csolnoki talán egyik legelhivatottabb mai kutatója Ribár Olivér, ezúttal a nagy földrajztudós 1933-as skandináviai utazásáról számolt be. Rendszeresen leírták, hogy hát a Nobel-díjra jelölt tudós. És ugye senki nem gondol bele, hogy hát milyen Nobel-díjra jelölték volna, illetve maga ez a sztori, ez a pont a 33-as útja után kelt szányra ez a városi legenda, és most sikerült bizonyítani, hogy hát igazából ez nem igaz, ez egy ilyen túlzó, jól hangzó dolog volt, és a mai napig ezt még mindig ismételgetik, mint hogyha egy valós dolog lenne. Úgyhogy valamilyen szinten ezek a kutatások a kicsit a mítoszok megcáfolására is alkalmasak. 3-szor járt Skandinávországokban, a 33-as útja, ez egy meghívás volt, a svéd királyi földrajzi társaság meghívta egy jubileumi közgyűlésre, és ott előadást tartott. Ugye itt két előadást tartott, egyrészt a magyar nemzetnek a fejlődéséről, a másik pedig az emberi kultúráknak a fejlődéséről, tehát hogy alakultak ki a különböző folyóvölgyek menti emberi kultúrák. És mivel annyira jól sikerült az előadás, azért meghívták több városba, tehát miután Stockholmban is előadást tartott, utána átment Göteborgba, és még meg is hívták utána Oszlóba is előadni. Úgyhogy ez egy ilyen, mondhatni, egy ilyen előadás sorozat lett belőle. Az emlékdélutánt minden évben Csolnoki július 23-i születésnapjának közelében tartják. Így történt ez az idei évben is.
Képek a múltból és a jelenből, ezzel a címmel nyílt kiállítás Fejes Sándor alkotásaiból az Arácsi Népházban. A jubileumi tárlatot Gálantal költő nyitotta meg, az érdeklődők pedig augusztus 26-áig nézhetik meg Arácson a kiállított képeket. Az őszi szalon társaság 1903 óta Párizsban rendezi meg azt a világeseményt, amire 121 éve külföldi művészek alkotásait hívják meg. A nagyszabású nemzetközi kiállítás alapítóinak egyértelmű szándéka az volt, hogy szembe menjenek az akkori hivatalosnak mondott konzervatív művészeti felfogással. A sereg szemlére beküldött művekkel kapcsolatban nincs tematikai megkötés. A világ minden részéből évente érkező 30-40 ezer alkotásból egy 25 tagú zsűri 400-at választ ki a párizsi kiállításra. Renoir, Matisse, Salvador Dali, Modigliani és Picasso mellé 2001-ben és 2002-ben egy magyar nevet is beírtak a nagykönyvbe. A füredi Fejes Sándor egyetlen magyar művészként került be a festészet eme templomába. Így fogalmazott Gálantal költő Fejes Sándor jubileumi kiállításának megnyitóján július 23-án az Arácsi Népházban. Az első olajfestményemet, ez az 1984-es, 20 éves voltam. Előtte temperával festettem, és akkor értem át az olajra. De megcsináltam az első olajképet, és utána azóta csak olajjal festek. Sokkal könnyebb vele festeni, meg jobban tetszett. Sokkal több lehetőség van benne. Ritka az a fotó, amit egy az egybe lehet festeni. Nagyon sokszor változtatni kell rajt. Tehát ezek a képek, hogyha megnéznénk az eredeti fotóját, picit azért mások. Nem is olyan keveset. Néhányan rengeteget változtatok. Tehát alapvetően fotóról dolgozik? Alapvetően igen. Hát ugye, amin lehet változtatni, azon változtatok. Az anatómián nem lehet változtatni. Lehet karcsúsítani, lehet kisebb meleket csinálni egy hölgynek, jobban mosolyogjon, vagy ilyesmi, de alapján véve ilyen kisebb változtatásokat szoktam eszközölni. Min múlik az, hogy mit változtat? Hát ez saját meglátásom. Hogyha úgy látom, hogy a kompozíció teljesebb lesz, jobb lesz, akkor kiegészítem dolgokat, hogy elhagyok róla dolgokat. Gyakran viszi kiállításra az alkotásait? Hogyha hívnak, akkor általában viszem. De általában mindig elmegyek. Régebben festettem egy galériának, és nagyon sok képmet vitt a galéria Győr-Moson-Sopron megyébe. Ott állítva volt több gyűjtőm, akik ezeket a tájképeket adnak idején, ezeket nyomtam, abból sokat megvettek. De így, ami saját gyűjtőm, az van egy szegedi vállalkozó, aki több ilyen típusú tromplőképet megvásárolt, hogy 6-7-et. Tehát ő már egy komoly gyűjtő. Sőt, rendelt is egyet, amit az ő elképzés alapján kellett megfesteni. Mi ez a téma, ami most foglalkoztatja? Hát most megint fejben van egy ilyen tromplő típusú kép. Azt szeretném majd megfesteni. De ez ugye hónapokig tart. 3-4 hónap, ez is például 3 hónapig tartott. Az autós kép, az is 2 hónap volt, mondjuk az nem tromplő, de ez egy elég realisztikus kép. Miért tartja fontosnak, hogy legyenek tanítványai? Tartom fontosnak, engem kerestek meg, hogy segítsek egy kicsit, és jönnek, és elszórakoznak, tehát szeretnek ott lenni a műteremben. Kölcsönhatás is van? Ők is hatnak önre? Persze. Én tanulok tőlük, hihetetlen módon én tanulok. Tehát látom azokat a hibákat, amiket elkövetnek, és én azt a saját festményeimen alkalmazom, tehát azt elkerülöm. Régóta fest már, nem most kezdtem. Ma is új festményekkel remekem. Ihletét bárhonnan merítheti, hisz úgy fest, ahogy ő elképzeli. Tehetsége nem ismer határokat. Sassan ábrázolja szabadságodat. Hagyd, hogy magával repítsen messze, és merengjen benne, csöndben, egy percben. Mintha ott lennék, hallom a tájikat. Képkeretbe teszed szabad dolgaidat. Csak a képzeletednek lesz hat határt. És hidd el, megnyersz minden belső csatát. Kint a rozsdásodon 4 kerekű szolga. Fényezni, azt már nem is lehet soha. Nézzük ketten, mit alkottak majd 100 éve. Miért kerül be a csülnek legmélyébe? Állj meg ebben a rohanó világban. Nézd meg,
Hogy éltek anyádék korában? Az idő érték, ne hagyd elveszni. Majd jön változás, amit nem kell sietetni. A fehér vászonra új színek kerülnek. Egyesével aprólékosan felkerültek. Festőszer illata járja át a termet, és ő megfesti a lehető legszebbet. Huszonnégy mérkőzésen 54 gólt szerzett Jánosi Tamás a spanyol kézilabda bajnokság élvonalában. A BKSL korábbi fiatal átlevője egy éve tagja a Puente Genil csapatának, és nagyban hozzájárult, hogy együttese végül bennmaradt az első osztályban. Jánosi Tamás, a BKSE fiatal bal átlövője, újabb egy évvel meghosszabbította a szerződését az első osztályban szereplő spanyol Puente Genil csapatánál. A nyári szünet alatt Tamás, ha csak egy kis időre is, de hazalátogatott Füredre. Talán nem is véletlen, hogy az ötvös iskola tornatermében egy kézilabda mérkőzés szünetében találkozhattunk vele. Hola Tomi, ¿qué pasa? Muy bien. Muy bien, sí. ¿Está bien y tú? Sí, sí. Ez csak azért volt a kereszt kérdés, kíváncsi voltam, hogy mennyit tanultál spanyolul egyébként. Tényleg mennyit lehetett tanulni az egy év alatt? Hát a nullához képest egész sokat, főleg úgy, hogy a városban, illetve ott a környéken senki nem beszél angolul, egy-két csapattársat leszámítva. Szerintem egész jól alattam, úgyhogy... Maradjunk a csapattársaknál, milyenek a csapattársak? Hát van, nemzetiségre van rengeteg. Egyébként mindenki jó fej, talán kicsit több az idősebb játékos, mint itt, de megoszlik. Már csak a nemzetiségek, vallások miatt is. Ilyen is, olyan is. Van minden. Egy éve vagy ott. Miért pont a Puente Genil? Miért nem a Barcelona? Volt nekem egy kis segítségem. Ugye én a kis Ákossal tavaly többször leültem a sérülése, a lábsérülésemet követően, hogy nekem valahova el kéne menni kölcsönbe játszani, mert egy év kihagyás után vissza kell jönnöm, és minél többet a pályán kell töltenem. És ála Istennek volt ez a lehetőség. Az ottani edzőm kis Ákosnak a csapattársa volt régen, és gondolom, ebből kifolyólag ennek köszönhetően sikerült aztán ezt elintézni is. Milyen maga a kisváros, hiszen ez egy kisváros, jól tudom. Hát, milyen? Körülbelül, milyenek a lányok, kezdjük innen. Körülbelül élünk ott 30 ezeren, a lányok nagyon, nagyon csinosak. Járnak a meccsre? Természetesen, komoly szurkolótábor van, és a város magja, vagy hát akiket én ismerek, ott vannak a legtöbb meccsünkön. Mindenki nagyon, nagyon kedves, nyitott, és a kézilabdán kívül ott nagyon, még egy harmadosztályú foci csapat van, de a kézilabda ott az, ami az első mindenkinek, úgyhogy jó dolgom van. Mi volt az első benyomásod, amikor megéreztél? Nem volt benned egy kis drug, hogy hát azért mégiscsak több amikor, ezer kilométerre vagy? Amikor kimentem, igen. Akkor az első benyomás? Hát nem tudom, hogy volt-e nagyon időm nekem gondolkozni, mert hogy kicsöppentem, alapból később jött a lehetőség, hogy én ki tudok menni, így spanyol se tudtam tanulni, és amikor kikerültem, igazából csak mentem balra-jobbra a papírügyeket intézni, pár nap után elkezdődtek az edzések, és a várost felfedezni, és nagyon nem volt időm első benyomást szerezni, csináltam, amit tudtam. Mindenki azt mondja, aki kikerül főleg a nyugati ország részbe vagy északra, hogy teljesen mások az edzések. Mi az igaz ebből? Ez egy nagyon jó kérdés, illetve sajnos nincsen még annyi sok összehasonlítási alapom. Nem hiszem, hogy nagyon mások. Talán ott egy kicsit kevesebb, vagy inkább háttérbe szorul a fizikai része a munkának, és sokkal több a taktika, és sokkal több a kézilabda. De ahogy azt már sokszor mondtam sok embernek, a kézilabda ott is ugyanaz, úgyhogy nagy különbség szerintem nincs. De mondom, én csak egy csapatból tudok eddig kiindulni. Nehéz szezont zártatok, ott voltatok, billegett egy kicsit néha a léc a kiesésnél. Hát igen, sajnos hiába a második fél év jól indult, nekem is, illetve a csapatnak is. Nekem jött egy sérülés, a csapatnak pedig jött egy olyan hullám, hogy hát igazából egy elég erős mély hullám, hogy valami 8 meccset, ha jól tudom, zsinórba kikaptunk. Kiestünk a Királykupából is, és az utolsó fordulónál az utolsókhoz, a liga utolsó csapatához azért utaztunk, hogy fixen elkerüljük a kiesés, illetve a tovább a rájátszás esélyét. Hála Istennek
azt nem vettük, semmit se vettünk félváról, de ott aztán végképp beleálltunk, és szerintem magabiztosan, jól emlékszem, magabiztosan tudtunk nyerni. Ja, most akkor adjuk egy kicsit a kézilabdát, és milyen az életed? Milyen, hogy telik egy nap? Hát... Megszereted a pályáját, vagy még nem? Megszerettem természetesen, van rengeteg sok finom spanyol étel, de nem változott olyan sokat, talán időpontban lett sokkal fixebb, mint ami itt korábban jellemző volt. Fölkelek, megreggelizek, elmegyek az első edzésre, az általában, hogyha videó van, akkor az ott egy 3 órát simán ki tud venni, utána ebédelek, hazamegyek, amíg az ország, a nagy nép a sziasztát tölti, én addig csak ott vagyok, én nem szeretek délután aludni, és akkor hát szabad időmben, nem tudom, videót nézek, vagy tanulok esetleg, és aztán készülök olyan 5 óra, 6 óra fele már az edzésre, a délutánira, utána, hogyha az megvan, akkor meg vacsora és irány az ágy. Úgyhogy kicsit voltak olyan időszakok, amikor nagyon monoton lett, de egyébként el vagyok, hasonló, mint itt. Egy éve vagy ott, én most megnéztem a honlapotokat, és ott nagyon örülnek neki, hogy aláírtál, vagy hát aláírtatok még egy évet, sőt, azt is írták, hogy már várunk, Tomi, az volt az utolsó nagy mondat. Őszinte legyek, én nem olvastam, hogy pontosan mi, ahogy fogalmazott még a klub. Egyébként, nyilatkoztam, igen, azt tudom, de hogy aztán a klub az mit írt, arra már nem figyeltem. De örülök, hogyha várnak, illetve hát én is várom, ahogy a klubnak is lenyilatkoztam, illetve a médiás hölgynek. Várom, hogy újra lássam a csapattársakat, az egész várost, a szurkolókat, illetve van, ezt is mindig megemlítem, van sok kis hát akadémiai vagy hát kis utánpótlás csapat, fiú-lány, és a fiúkkal szerintem egész jó kis kapcsolatom lett. Ők is nyitottak felé, én is feléjük, és rengeteget akár edzések után mindig ott maradtunk dobálni, hülyéskedni. Úgyhogy igen, várom az egészet. A spanyol csapatnál örömmel vették az egyéves hosszabbítást. Az Egyesület honlapján ez olvasható, Vámos Tomi. Most nézzük újra a híradó legfontosabb témáit röviden.199. Anna Bál, balatonfüredi lány lett a bál szépe. Kísérő rendezvények, Anna Fesztivál vezette fel a bált. Új csolnoki kép, a balatonfüredi közönség is megismerhette az alkotást. Kedves nézőink, Önök a Füred TV híradóját látták. Ebből a stúdióból, erről a helyszínről egyelőre utoljára. A Füred TV közel 30 év után elköltözik bázisáról, a közösségi házból, ahol 3 évtizedig működött a csatorna. Most egy nagy költözés vár ránk, a Piros Iskola épületében folytatjuk ősztől, és mindaddig ott leszünk, ameddig a felújított közösségi házat vissza nem kapjuk. A költözés miatt hagyományos értelemben vett híradó szeptemberben lesz legközelebb, augusztusban pedig nyári különkiadásokkal jelentkezünk az 503-as csatornán a megszokott időpontban. Friss tudósításokat pedig a füredtv.hu oldalon és a Facebookon találnak. Én köszönöm szíves figyelmüket, további békés napot kívánok, viszontlátásra!